tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Zajta község önkormányzata által rendezett megyenapi ünnepségen. Külön tisztelettel köszöntöm Orbán Balázs miniszterhelyettes urat, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát. Sesszák Oszkár urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét, és Kostya Zoltán urat, Zajta község polgármesterét, mint az ünnepség házigazdáit. Dr. Tilki Attila urat, a térség országgyűlési képviselőjét. Szalai Bobrovnicki Vince urat, a miniszterelnökséget vezető miniszter, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát. Táncos Barna urat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát, és Pataki Csaba urat, a Szatmár megyei tanács elnökét, az RMDS Szatmár megyei elnökét. Kovács Sándor és dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urakat. Petneházi Attila urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztosát. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a hazai és a külhoni egyházak képviseletében dr. Veres András püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét. Palánki Ferenc püspök urat, a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspökét. Szocska Ábel püspök urat, a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét. Helyette Papp Tibor helynök urat, főhelynök urat. Schönberger Jenő püspök urat, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspökét. Csegei István esperes urat, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperesét. Lengyel István urat, Lázári község polgármesterét, és Béres Antal urat, Lázári község alpolgármesterét. Baracsi Endre, Kerekes Miklós és Szabó István urakat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökeit. Sándor Attila, székelyudvarhelyi fafaragómestert, az első világháborús emlékmű készítőjét. Tisztelettel köszöntöm a megjelent külhoni vendégeket, polgármestereket, megyei és helyi önkormányzati képviselőket, az egyházak jelenlévő képviselőit, az állami és önkormányzati szervezetek, intézmények vezetőit, a kitüntetetteket és hozzátartozóikat. Minden kedves jelenlévőt, aki részvételével megtisztelte a mai megyenapi ünnepségünket. Kérem, énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Zajta a nemzeti összetartozás éve alkalmából választott szimbolikus helyszíne a megyenapi ünnepségnek. Trianont követően pár hónapig Romániához tartozott,
Ám a visszaemlékezések szerint Vitéz Gál Lajos helyi iskolaigazgató kántortanító szemfülességének, diplomáciai készségének és kitartásának köszönhetően a falu visszakerült Magyarországhoz. A megyei önkormányzat 2009. augusztus 20-án már tartott itt egy megyei ünnepséget, amikor is a II. Világháborút követően először nyílt meg a határ Zajta és Nagypeleske között. Igaz, akkor még csak arra az egy napra. Most kérem Kosztya Zoltán polgármester urat, hogy mondja el köszöntő szavait. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt Zajtában. A fentiek is velünk vannak, tehát nagyon jó időnk van, nagyon jó időt fogtunk ki. Nagy nap ez Zajta települése életében. 2009-ben már volt egy megyei ünnepség, most pedig 11 év múlva a megyenap itt van Zajtában. Köszönjük a megyei vezetőknek, hogy ez a program itt megtörténhetett. Miért vagyunk itt? Településünkön már a málenki elhurcoltak emlékére van már egy emléktábla. Az első világháborúban, akik harcoltak Zajtába, és ott maradtak, meghaltak a hazáért, a nemzetért, azoknak még nem volt egy emléktáblájuk se a településen. Régi vágya teljesült az zajtai embereknek ezáltal, hogy ez az első világháborús emlékmű megvalósult. Én szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették Zajta települést, hogy ez az emlékmű megvalósuljon. A miniszterelnökségnek, Betlen Gábor alapkezelőnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak és a Nemzeti Alapkezelő Központnak. Köszönjük még egyszer. Miért fontos ez az emlékmű? Igaz, már több mint 100 év eltelt az első világháború vége óta, de ezek az zajtaiak, zajtaiaknak a leszármazottjai itt vannak közöttünk. Fontos az, hogy visszaemlékezzünk a múltra, visszaemlékezzünk azokra az emberekre, akik életüket áldozták fel a hazáért, a nemzetért. És ezért fontos nekünk ez az emlékmű. Mert azt mondja a mondás is, hogy aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli. Köszönöm, hogy meghallgatta. Felkérem Sesták Oszkár urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét, hogy köszöntse az ünneplő közönséget. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterhelyettes úr, tisztelt képviselő úr, képviselő urak, tisztelt polgármester, kollégák a környékről, tisztelt kedves zajtaiak, tisztelt polgármester úr. Mi tartozunk köszönettel Zajtának. Elsősorban a hűségért, a kitartásért, az elmúlt 100 évért, az elmúlt 1000 évért. Olyan sokat szenvedett közösségért sem felejtették el hovatartozásukat, kitartásukat. Még egyszer köszönjük. És végre néhány adóságot is törlesztünk itt közösen, Zajta településsel együttesen, hiszen már több mint 100 év eltelt az első világháború áldozata óta, de még nem volt hősi emlékmű itt az első világháborúban elhunytaknak Zajtán. Pedig hát a nagy háború, a 20. század elejé nagy háború nagyon is beivódott a nemzet emlékezetébe, ezért nagyon is méltó, hogy egy ilyen szép emlékművel állítunk emléket a hősöknek, és persze a következő századnak, a következő századoknak is, hiszen ez egyúttal, talán mondhatom, nemzeti összetartozásunk emlékműve is, és ilyen módon a következő századoknak üzen. A következő századoknak üzen olyan módon, hogy a kitartás, a hűség, a nemzethez való, nemzeti közösséghez való tartozás,
az nagyon fontos értéke lesz meggyőződésünk szerint a 21. századnak, és mindaddig mi magyar él közöttünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehetünk Zajtán, hogy újra 2009 után, azután az emlékezetes határnyitás után, amikor nem túlzás, 10 000-kel voltak itt, 10 000 biztosan, de talán 10 000 voltak itt a településen, újra megérezve azt a szabadságot, amely azt az átjárhatóságot, azt a tágabb hazát, amely az itt lakóknak olyannyira fontos, hiszen az itteneknek a természetes központja még remélem mai napig is szatmárnémeti, hiszen a templomtoronyból látszik a szatmárnémeti székesegyház tornya. Palánki püspök úrnak a székesegyházak messzebb vannak, azok nem látszanak ide szabad szemmel, sem Nyíregyháza, sem Debrecen. Tehát bízunk benne, hogy azután a 2009-es egynapos határnyitás után, a mostani időleges határnyitások után, ugye szombatonként a vírushelyzet kivételével itt megnyílt a határ néhány órára, újra helyreáll az a természetes kapcsolat, ami itt a szatmáriakat összeköti mai napig is ebben a térségben, az erdőhátiakat egymással, szatmáriakat egymással, és a következő évszázadot talán megnyerhetik a szatmáriak, hogyha mi is ott vagyunk és segítünk ennek a nagyon is összetartó és erős közösségnek. Köszönöm szépen, még egyszer itt lehetünk, és szép napot kívánok, jó emlékezést kívánok mindenkinek. Tisztelettel kérem Táncos Barna urat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát, hogy mondja el köszöntő szavait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt világi és egyházi előjárók! Az előbb a templom rövid látogatás alkalmával hallottam a nagy dilémáról, hogy melyik tulajdonképpen Magyarország legkeletibb települése. Függetlenül attól, hogy a történelem folyamán kié lehetett ez a cím, mert ugye én Székelyföldről jövén Csíkból, Csíkszékről, Alcsíkról, a tényleg a legkeletibb, valamikor a legkeletibb határról. Tehát függetlenül attól, hogy kié lehetett ez a cím, úgy érzem, hogy a nemzeti összetartozás a szívben, lélekben, kultúrában, nyelvben, történelemben való összetartozás az, ami igazán számít. És függetlenül attól, hogy az elmúlt 1000 évet, vagy akár az elmúlt 100 nehéz évet, vagy az 1940-től számított 80 esztendőt, vagy ahogy mi mondjuk otthon Csíkban a kicsi magyar világ utáni 76 esztendőt nézzük, egy dolog bizonyos, hogy egy nemzet vagyunk, együvé tartozunk, egy vérből valók vagyunk, egy a nyelvünk, egy a történelmünk, egy a kultúránk, és nem tudott semmi elválasztani minket örökre és véglegesen egymástól. Holnap 12:30 órakor Menaságon, egy szülőfalunnál is keletibb kis településen, egy hasonló emlékműnél tesszük le tiszteletünket, amelyet 1940-ben, október 13-án avattak. Isteni gondviselés, hogy én ma itt állok önök előtt, önökkel együtt ünnepeljük az együvé tartozásunkat, hisz pontosan 80 esztendővel ezelőtt, 1940. október 12-én vonultak be a magyar csapatok Csíkszentkirályra. Rá egy napra avatták az emlékművet Menaságon, és engedjék meg, hogy még ha egy néhány perccel hosszabb is lesz a köszöntő beszédem, néhány mondatot olvassak fel az ezelőtt 80 évvel elhangzottakból, hisz annál jobban semmi se tükrözi az akkori sóvárgást, az akkori örömet, az akkori újongást, mint azok a mondatok, amelyek 22 évnyi szenvedés után ismét elhangozhattak Magyarország területén, Csíkszentkirályon, Csíkszeredában, Menaságon, és ahol 22 év szenvedés után ismét úgy érezték a székelyek,
hogy megvan a magyar feltámadás. Csíkmenosági Adolján Ferenc, szociális felügyelő ünnepi beszédében a következőket mondta, október 13-án 1940-ben Menoságon. Mi 22 éven át csak álmodtunk a magyar katonáról. 22 évig hullott Csaba ujjáról a kiégett, húnyó csillagok hamu esője fejünkre, mintha az a 22 év egy hosszú-hosszú hamvazó szerdája lett volna életünknek. E hosszú évek alatt volt ideje minden magyarnak arra, hogy a hamvazó szerdai emlékezzél meg ember, hogy porból lettél és porrá válsz szózatot, átértékelje magába eképpen. Emlékezzél magyar az ezer éves múl dicsőségeire, s a ma keserveire, emlékezzél hibáidra, s vesd el bűneid és gyűjts erőt a múltból a jövő feltámadására. Most 1940-et írunk és éljük a magyar feltámadásnak reánt nézve oly szép szakaszát. Hihetetlen remény gyúrt a szívükbe azoknak a székelyeknek, Menasság népének, aki ezen az eseményen ott lehetett. Ugyancsak ezen az ünnepségen a híres Márton Áron gimnázium, amely a hajdani csíksomjói gimnázium tanára, Antal Áron főgimnáziumi tanár a következőket mondta. Menasság népe, a te szenvedésednek is vége. Megbecsült lesz a világháború vérzivataros fürdőjében béna rokkant, az azóta mostanáig dugdosott vitézségi érmek a melleken díszelegnek. A frontharcos rég elfeledett vezényszóra lép ismét. A leköbdösött, megrugdosott honvéd szobor méltó helyére kerül. A világháborús hősöknek, a ti apáitoknak, a te fiaidnak, a te uradnak, a mi testvérünknek kőbe vésett alakja ez a szobor. Nézzétek könnyes szemeitekkel és imádkozzatok. Úgy nézzetek rá, úgy gondozzátok, olyan áhítatos kötelességgel irántunk, és imádkozzatok. Ezek azok a mondatok, amelyek ma is élnek a székelyek szívében. Ez az a nemzethez való hűség, amely megtartott minket, független attól, hogy ki mikor húzta meg az országhatárt, és hova esett az a bizonyos határ. Nem voltak nekünk sajnos ilyen szemfüles kántortanítóink. Mert ha lett volna egy Menaságon, akkor valószínű ott húzták volna meg 44-ben is a határt. Nem lett volna azzal különösebb baj, meg tudtuk volna szokni azt az életet is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszönjük szenátor úrnak Székelyföld üzenetét és a szép gondolatokat, idézeteket. Tisztelettel kérem fel Orbán Balázs miniszterhelyettes urat, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Milyen tisztelt egyházi és világi előjáró urak és hölgyek, tisztelt ünneplő közösség! Kezdjük az elején. Mai egyik ünnepünk, a Megyenap, a magyar történelem egyik kulcsfontosságú eseményéhez, az 1992-es Szabolcsi zsinathoz kötődik. Szent László királyunk a Szabolcsi zsinaton stabilizálta Szent István államalkotó művét, nem csak jogi és államigazgatási értelemben, de lelki értelemben is. Lezárta a Szent István halálával kezdődő hullámzó kort, polgárháborúk és pogánylázadások, hatalmaskodások és létbizonytalanságok korát. Új szilárd jogrendet állított fel, amelyet nem elsősorban a fegyverek, hanem a hit és a meggyőződés erejével tartatott egybe. Az emberek értették-e törvények célját és értelmét, az ország végérvényesen annak a keresztény európai kultúrkörnek a részévé vált, amiből az elkövetkező 9 évszázad csapásai sem tudták kiszakítani, pedig erre többször, több irányban is, és több irányból is törekedtek. Nagy történészeink, például Szegfű Gyula és Hómon Bálint Szent Istváni alkotás lényegét megértő uralkodónak írják le Szent Lászlót. Ő volt az, aki az Istvánt követő hatalmi harcok után újra működtetni tudta a magyar politikai rendszert. Így mondják, Szent László büntető törvényei a magyar jogalkotásnak első idegen hatástól mentes termékei. A való életben gyökerezvén éles fénnyel világítanak be,
az egykorú jogfelfogásba, a társadalmi és gazdasági élet szövevényeibe és a Szent István halálát követő zavaros idők homályába. Velük zárul a trónviszályok, lázadások, idegen hódító törekvések és belső harcok pusztító korszaka, és velük veszi kezdetét a középkori Magyar Királyság első virágkora. Szent László királyunk volt az, aki képes volt feloldani azokat az egymásnak feszülő ellentéteket, amelyek az államalapításból, kereszténység felvételéből óhatatlanul eredtek, és az államalapítás eredményeinek megszilárdításához kulcsfontosságúak voltak. Ebben a folyamatban éppen a szabolcsi zsinat volt az, ami ennek az államreformnak a színhelye, a magyar állam fennmaradásához szükséges energia egyik éltető ereje. Forrás, pontosabban éltető forrása. Forrás azonban nem csak az államreform ikonikus helyszíneiből és a törvénykönyvekből táplálkozik, hanem sajnos emberi vérből és az ahhoz vezető emberi önfeláldozásból, illetve hazafiasságból is. Ne őrizze az országért való véráldozat emlékét, és ne legyen az országban olyan háborús emlékmű, ami ki nem fejezi azt a gondolatot, hogy a hazájukért elhunytak nem csak egy család vagy egy népréteg, hanem az egész nemzet kedves halottjai. Óhatatlanul megfogalmazódik bennünk ilyen esetekben az a gondolat is, hogy vajon érdemes volt-e azon hazafiak vérét hullatni, kiknek ez a szobor ma emléket állít. Feltétlen tiszteletet ezek az emberek minden kérdés nélkül megérdemlik, de hogy nagy politikai értelemben volt-e értelme akkor az áldozatnak, az már egy nehezebb kérdés. Mindent meggondolva, mindent megfontolva, ilyen ismerősek ezek a szavak, magyar történelmi tapasztalatokból kiindulva, ugyanis azt mondhatjuk, hogy a legrosszabb a helyzet akkor, ha nem mi magunk dönthetjük el, hogy mikor és hogyan hozunk a hazáért áldozatot. Magyarország szuverenitása azonban, azaz az ezen ügyekben való önálló döntés joga több száz évig korlátozott volt. És ez igaz volt az első világháború idején is. Nagy háború éppen a legjobb példa arra, hogy milyen árat fizethet egy ország, ha úgy kell hadba vonulnia, hogy erről nem egyedül dönt, azaz nem teljesen úr a saját portáján. Ne tagadjuk, az első világháború nem magyar érdeket szolgált. Nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök nem támogatta, és a magyar jó helyzetértékelést is sajnálatos módon mutatja, hogy végül ez a döntés akkor, amit nem mi hoztunk meg, az ország kivéreztetésével járt együtt. Jó elemzőkészség, erő és ellenálló képesség nélkül, tehát mit sem ér. Ráadásul a teljes önállóság hiánya már a háború kitörése előtt is bajos árnyként vetült a magyar államra. Osztrák-magyar hadsereg fejlesztése ugyanis nem volt azonos egy önálló magyar haderő fejlesztésével. Ismét arra vezethető vissza minden baj, hogy nem voltunk urak saját portánkon, amikor ezért valóban magyar hadak nélkül kellett szembenéznünk az alkalomra váló ellenséggel a háború befejeztével. Éppen ezért különleges történelmi lehetőség, vagy akár azt is mondhatnánk, kegyelmi állapot az, amiben éppen most vagyunk. Megvan hozzá a szabadságunk, és hogy úgy mondjuk a fedezetünk is, hogy önállóan rendet tartsunk a saját portánkon, és meg tudjuk védeni azt. Így itt a háborús hősök emlékművénél ígérhetem önöknek, hogy a magyarok tanultak a múltból, és olyan haderőt fejlesztünk, amely megfelel a 21. század követelményeinek, és kizárólag magyar érdeket és magyar parancsot követ. A magyar parancs szó nem jelenti viszont, hogy elfeledkeznénk szövetségeseinkkel szembeni kötelezettségeinkről. Magyar ember hű és őszinte szövetséges, néha talán túlságosan is az. De mi hiszünk a szövetségben, nem hiszünk a háborúban, viszont hiszünk abban, hogy önállóan és képesnek kell lennünk megvédenünk városainkat, templomainkat, szokásainkat és egész életmódunkat. Szóval, hölgyeim és uraim, ennek a tételmondatnak és hitvallásnak a jelentőségét, ha van olyan hely, ahol nem kell magyarázni, akkor az Zajta. Itt a trianoni határon sok minden szólt eddig a meg nem védett városainkról, templomainkról, szokásainkról és életmódunkról. A magyar főrendek által betelepített 32 szatmári német faluból, és csak három maradt a mai Magyarországon, köztük ez a település is, ami pedig csak és kizárólag annak köszönhetően maradhatott, hogy a magyar hazafiak szerte a Kárpát-medencében néha nem csak karddal, de leleménnyel és a jog eszközeivel, illetve a diplomácia eszközeivel is küzdöttek a hazáért.
Ezekre az eszközökre 100 év után is szükség van, mert ezeknek köszönhető, hogy egy ilyen ünnepségen, mint a mai, az ünneplő közönségen végig tekintve egyértelműen látszik, hogy a Kárpát-medence mesterséges feldarabolására és elválasztására vonatkozó kísérletek nem járhatnak sikerrel. Elszenvedtünk már épp elég csapást ezer éves történelmünk során ahhoz, hogy megtanulhassuk, csak az a miénk, amit meg tudunk védeni magunknak. Senki mástól nem számíthatunk másra. És ha mégis ezt tesszük, elveszítjük, amink van, és vele elveszítjük a többi nép tiszteletét is, ahogy arra sajnos szintén volt már példa. Csak a következetes, nemzeti célból felhasznált erő és lelemény vív ki tiszteletet, semmi más. Kedves hallgatóság, nem hagyom, hogy elkalandozzanak a gondolataink. Mi magyarok ugyanis hajlamosak vagyunk mindig mindent legtágabb nemzetközi horizonton és a legmélyebb történelmi mélységben nézni, ami helyes, de soha ne felejtsük szűken vett pátriárkánkat és a mát sem figyelni. Megye napot is ünneplünk. Különösen örömteli hír ez, mert azt jelenti, hogy továbbra is vannak megyéink, amelyek napját ünnepelhetjük. Még ha át is szabták, ketté is vágták, össze is vonták őket, ahogy az előbb esett szó róla, akkor is megvannak. A megye pedig Szent István művének kiteljesedéseként helyi érdek, helyi érték és helyi közösség képviseletének legfontosabb intézménye. Ami most a 21. században leginkább azt jelenti, hogy a szomszéd népekkel együttműködésben meg kell erősíteni a béke, a gazdasági és a kulturális együttműködés kereteit. Ehhez pedig modern infrastruktúrára is szükség van, hogy Kárpát-medence népeit összeköti, közös politikai, gazdasági, kulturális felemelkedés kereteit szolgáltatja. Ezért aztán Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a következő években ezen térségnek közlekedési lehetőségei és határon átnyúló kapcsolatai is a lehető leginkább erősödjenek. Hogy többé ez a térség ne periféria, hanem újra központ legyen. Rajtunk nem fog múlni, hogy a legrövidebb időn belül például autópályával lehessen elérni Szatmárnémetiből Budapestet, vagy Budapestről Szatmárnémetit. Magyar megye is sokat változott ugyan az évszázadok folyamán, de a magyar államalkotó véna különleges vívmánya ma is, ami ugyan változó módon és változó körülmények között, de végső soron szinte mindig az alkotmányosságot, az autonómiát és a helyi érdeket képviselte. Azokban az időkben, amikor a magyar állam szuverenitása korlátozott volt, a magyar megyék álltak helyt alkotmányunkért, és innen forrásoztak a nemzet jogai. Vármegye egy sajátos, konzervatív, autonóm működés volt, sokáig a védelem leghatékonyabb eszköze külföldi központosítási törekvésekkel szemben. Például Deák Ferenc, a haza bölcse szerint is a Vármegye az egy feladhatatlan nemzeti institúció. De azt is tudjuk, hogy a központi törekvésekkel szembeni megyei ellenállás sokszor vetett gátat a modernizációnak, vagyis a hasznos és a szükséges változásoknak is. Ha nem udvariatlanság ez a részemről, csak a történelmi hűség kedvéért jegyzem meg, reformkor másik politikai óriása, Eötvös József például rosszalóan úgy vélekedett, az országgyűlésünk sokkal többet foglalkozik egyes megyék sérelmeivel és kívánalmaival, mint az ország egészét érdeklő ügyekkel. Persze ez itt már rég nem a reformkor. Jelenleg a központi irányítást és a szuverén magyar törvényhozás és a kormány látja el, a megyék feladalma nem a külföldi birodalmi központtal szembeni ellenállás, hanem a helyi élet tervezése és fellendítése, a belső központtal való szoros együttműködés. A külföldi birodalmi törekvések ma is léteznek, de az azokkal szembeni ellenállás felelősségét a kormány látja el, és ezt akkor tudja ellátni, ha ebben a megyék támogatására számíthat. Olyan szereposztás ez, amely egyszerre felel meg az ezer éves alkotmányos szokásainknak, nemzet céljainak, és alkalmas arra, hogyha jól csináljuk, akkor a 21. század Magyarország egyik legsikeresebb évszázada legyen. Gratulálok minden megyei díjazottnak, gratulálok az emlékműhöz, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetek Önökkel. Édesanyám,
szívemre sírja. Feladom a levelem a postára, rátalál az édesanyám házára. Olvasd anyám, télen írott levelemet, Dobeldónál hagyom az életemet. Olvasd anyám, télen írott levelemet, Dobeldónál hagyom az életemet. Édes anyám, nem írott több levelet, az Ajtai férfikar előadásában Ha kimegyek a Doberdói harctére című katonanótát hallhattuk. Köszönjük szépen! A Nemzeti Összetartozás éve alkalmából az első világháborúban elesett hősi halottaink és annak a 27 zajtai honvédnak az emlékére, akik nem térhettek haza szülőfalujukba, állítatta ezt az emlékművet, amely mellett most itt vagyunk, itt lehetünk, a Zajta Községért Alapítvány, Zajta Község Önkormányzata és az UNK Tisza Szamos Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület. Az emlékhely létrejöttét a Magyarország kormánya, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat támogatta. Az emlékmű alkotója Sándor Attila, székelyudvarhelyi fafaragómester, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni az állítatók és az egész település nevében munkáját. Tisztelettel felkérem Kostya Zoltán polgármester urat, Sesták Oszkár elnök urat, Orbán Balázs miniszterhelyettes urat, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő urat, Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár urat, Kis András megyei közgyűlési képviselő urat és Sándor Attila fafaragó mestert, hogy leplezzék le az emlékművet. Nem baj. Tisztelettel kérem a történelmi egyházak képviselőit, Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi római katolikus megyés püspök urat, Szocska Ábel nyíregyházi görög katolikus megyés püspök úr képviseletében Pap Tibor főhelynök urat és Csegei István esperes urat, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperesét, hogy szenteljék és áldják meg az emlékművet. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazz! Urunk, az emberi nem alkotója és teremtője, a lelki kegyelem és örök üdvösség adományozója, te magad küld le szent lelkedet égi áldással erre az emlékműre, hogy mennyei oltalmad erejével felruházva mindazoknak, kik azelőtt emlékezve meg fognak állni, váljék lelki és testi javukra és segítségükre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. És engedhessük meg, hogy csak egyetlen gondolatot adjak át mindenkinek Ábel püspök atyának a nevében. Amikor ezelőtt az emlékmű előtt meg fognak majd állni nagyon sokan, arra tessenek gondolni mindannyian, hogy akikre itt emlékezünk, név szerint felsorolva is, és azokra a sokakra, akik az életüket adták értünk,
és akiket hősként tisztelünk, ők nem akartak hősök lenni. Ők élni akartak. És ennek az életnek a fejében, vagy ennek az életnek a reményében, és az utódaiknak, hogy minél jobbat tegyenek, hiszen minden visszaemlékezésben ezt halljuk nagyon sokszor, azért indultak, azért küzdöttek, vagy a nótában hallottuk, hogy erre gondoltak, hogy akik itthon vannak, akik ért a vérüket áldozzánk, hogy nekük minél jobb legyen. Hát mi vagyunk azok a leszármazottak, akikért ők a vérüket áldozták. És ezért ezzel a tisztelettel és ezzel a hálával álljunk meg ezelőtt az egyébként gyönyörű szép emlékmű előtt, amihez gratulálunk. Megáldatik és megszenteltetik ez az emlékmű a Szentlélek kegyelme által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Szent kötelességünk, hogy fejünket meghajtva emlékezzünk a hősökre és az áldozatokra. Akik egy embertelen háborúban megpróbáltak embernek maradni, mert a hősöket és az áldozatokat a méltatlan körülmény sem tudta kivetkőztetni emberi mi voltukból, és megmaradtak embernek. Ismerve magukban a gyengeséget és a megingathatatlan erőt és a bátor helytállást. Az első világháborúban, az úgynevezett nagyháborúban az volt a dráma, hogy ember emberre fogott fegyvert, és ebben a szörnyű viharban emberek milliói pusztultak és váltak áldozatokká. A háború nem csak életeket tett tönkre, hanem országokat, népeket és nemzeteket. A háború hősei áldozatok voltak, talán egy szebb holnapért adták az életüket. És nekünk szent kötelességünk, hogy emléküket megtartjuk. Uram, tedd maradandóvá bennünk a hősök és az áldozatok emlékeit. Őrizd meg és tápláld a rájuk emlékezés lángját, hogy ez a láng világosságunk az igazság útjának követésében fényt és ragyogást adjon. Urunk, áldásodat kérjük az emlékműre. Hadd hirdesse a hősöket és az áldozatokat. Bátor és önfeláldozó helytállásukat. Indítson kegyeletre a rájuk való emlékezés, mert az emberi élet megbecsülése minden igaz értéknek a fokmérője, az emberségnek és a hősiességnek. A hősök meghozták áldozatukat, és igyekeztek embernek maradni. És feltehetjük magunkban a kérdést, mi ma tudunk áldozatot hozni? Ma nincs nagy háború, de kell a becsületes, emberi helytállás. Isten segítsen mindnyájunkat. Isten igéje adjon áldást a hősök és az áldozatok emlékére. Két igehelyről olvasom. Egyrészt az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyvéből, másrészt az Új Szövetségből János evangéliumából. Ézsaiás próféta könyvében így szól az ige, az én Uram az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön, ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. És hadd álljon itt az Úr Jézus Krisztusnak a szava, evangéliuma. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja barátaiért. Isten kegyelme, szeretete, nyugodjék meg a mi életünkön. Még csak néhány gondolat. Útban Olaszország felé, amikor átléptük Szlovénia és Olaszország határát, megálltunk azon a vidéken, ahol az Isonzó és a Piave folyó volt. S elmentünk abba a kis kápornába, ahol mi is megemlékeztünk a hősökről, az áldozatokról, és felkerestük a harcok helyszínét, s megálltunk a kőhalmok mellett, amelyeket az ott harcoló katonák építettek elhunyt bajtársaik fölé. Ott elimádkoztuk a mi imádságainkat, és békét és nyugalmat kértünk. Adja az Isten, hogy most itt, Zajtán, amikor ezt az emlékművet megszenteljük és megáldjuk, akkor az a 27 név hirdesse a bátor helytállást és a hűségességet. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te vagy az élet ura, és minden adomány szerzője. A te igéd szentel meg mindent, és áraszt fényt a szívünkbe, hogy megértsük a teremtett világban és a történelemben megmutatkozó hatalmadat. Te szabod meg az emberek helyét és hivatását az életben, és te támasztasz világító egyéniségeket, történelmet formáló hősöket a népek javára. Alázattal kérünk, áld meg ezt az emléket, és mindazokat, akik ezt hazánk és népünk iránti szeretetük kifejezésére felállították. Add, hogy ez az emlékmű hirdesse az emberi élet értékét, a népek békesség utáni vágyát, tanítson igaz szeretetre hazánk, népünk, nemzetünk, embertársaink iránt. Bizalommal kérünk, Urunk, áld meg ennek a községnek a lakosait. Add, hogy az előttük járók példája bátorítsa és erősítse őket mindennapjaikban. Így szolgálják nemzetünket, hazánk jövőjét. Adj, Urunk, ennek a közösségnek és egész magyar népünknek békét, igazságot és boldogságot. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. Köszönöm, püspök urak, főhelynök úr és Esperes úr szolgálatát. A mai napnak emléket állítva a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat emlékzászlót adományoz Zajta község önkormányzatának. Tisztelettel kérem Schönberger Jenő püspök urat, hogy szentelje meg a zászlót. Mindenható örök Isten, 100 évvel ezelőtt elődeink így kiáltottak hozzád, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, porigalázva, minden szabadságtól megfosztva. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk. Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akarod próbára tenni, tekintsd gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Majd 100 évre volt szükség ahhoz, hogy megértsük, összetartozunk. És ezt nem gátolhatják a határok, mert a szeretetnek, a testvériségnek, az összetartozásnak nem szabhat határt semmiféle evilági hatalom. Csak a széthúzás, a gyűlölet, a szeretetlenség, a meg nem értés választhat el testvért a testvértől, s eredményezheti azt, hogy közöttük a jeges űr lakjék. Ezek a határok bennünk vannak, és ezeket nekünk, magunknak kell lerombolnunk Isten segítségével. Ma itt Zajtán a nemzetünk legnagyobb megpróbáltatásának állítunk emléket. Úgy magasodjék ez az emlékmű, mint szeretteink sírja felett a kereszt, mely azt hirdeti, hogy hiszünk a feltámadásban. Kemény lecke volt, de megtanultuk belőle, hogy Isten a rosszat is egy nagyobb jó érdekében engedi meg. Az egymásra találásunk és összetartozásunk örömével adjunk hálát Istennek, irgalmáért, szeretetéért és hűségéért, a zsoltáros szavaival. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek, mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. S mint 100 évvel ezelőtt, ma még buzgóbban kérjük Istenünk, add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a hazajavára használják. Adja nemzeteknek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. És áldja meg ezt a zászlót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Hazám, hazám, édes hazám, bár csak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét elég. Édes anyám, gyújtj el gyára, hozzád megyek vacsorára, forralj neked édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és szalonyú is, néha-néha silalmas is. Fölmegyek én egy nagy hegyel, annak is a tetejével, honnan nézek hazám felé, édes anyám háza felé. Thank you.
napok, napok, fényes napok, süss még egyszer világoson, de mindenkor homályoson, hogy hazámat ne sírassam. Edű, edű, de magos vagy, édes hazám, de messze vagy, az erdőt kivághatnám, édes hazám, megláthatnám. Hazájában, éljen, mint hal a Dunában. Magyarország az én hazám, neked szült és nevelt anyám, száz esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság. Száz esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság. Gál Lajos Kulturális Egyesület előadásában Hazám, hazám című dalt hallhattuk. Kedves vendégeink, ezt követően az ünnepség a szabadtéri színpad előtti téren folytatódik, megyei kitüntetések átadására kerül sor, kérem fáradjanak át oda. 2006 óta minden évben május végén kerül megrendezésre a megyenap a megye egy-egy településén. A kihirdetett vészhelyzet miatt ez év májusában az ünnepséget nem lehetett megrendezni, ezért vagyunk ma itt a hagyománytól eltérő időpontban. A megyenapi ünnepség célja a megyei identitás és a nemzeti összetartozás erősítése. Ezen az ünnepségen kerül sor évről évre a megyei kitüntető díjak és elismerések átadására. Most Kosztja Zoltán polgármester úr kíván néhány szót szólni önökhöz. Tisztelettel kérem polgármester urat, fáradjon ide a pulpitushoz. Sok szeretettel köszöntök újra mindenkit, már lehet, hogy itt rámunnak, mert másodszor vagyok itt a pulpituson beszélni. Én most egy pár szót arról szeretnék mondani, hogy mit jelent nekünk 2010 áprilisa? Visszaemlékszünk arra csúnya december 5-ére. Ugyan miután még Szatmárai szégyelve mentünk át, meg főleg Székelyföldre, szégyeltük magunkat, hogy na, szépen megjelentünk azon a csúfos népszavazáson. De jött szerencsére 2010 áprilisa, és azt mondom, hogy a magyaroknak megjött az esze. Választottak végre egy nemzeti kormányt maguknak, hála a fentieknek, és azóta is ez a kormány kormányoz. Szépen kialakultak nekünk itt a kapcsolatok a határon túl, Szatmárba, de mondhatnánk Firtosvár alját, mondhatnánk Székelyföldet, és sikerült megkötni aláírni testvértelepülési szerződést lázári településsel. Nagyon fontos volt a számunkra, mert 2010-ben
Lengyel Pista barátommal, képviselő úr, Tirki Attila képviselő úr segítségével, illetve a Szatmár megyei önkormányzat segítségével beadtunk egy pályázatot, és meg is nyertük, és Zajta és Peleske között megépült az út, amit 2010. július 4-én a visszatérés napján sikerült át is adnunk. 2017-től ez az út már összeköti a határon túl lévő településeket, és a határ az út most már nem elválaszt, hanem összeköt minket. Sajnos a testvértelepülésről nagyon kis küldöttség tudott ide hozzánk megérkezni a vírus helyzet miatt, de örülünk, hogy itt vagytok velünk, és együtt velünk ünnepelnek. Ebben a testvértelepülési kapcsolatokban nagyon meg szeretném még egyszer megfogni Lengyel Istvánnak a nevét, akinek gratulálok az eddigi polgármesteri munkájához. 2 hét múlva Romániában önkormányzati választás lesz. Ő már nem indul, hanem helyette Béres Alta alpolgármester fog indulni az RMDS színeibe, és szurkolunk neki. És hajrá Béres Anti, hajrá Pataki Csaba, és hajrá RMDS, hajrá magyarok. Én egy kicsit eltérnék most, de egy fél percet csak, én felhívnám Lengyel Pistát 2 mondat elmondására. Milyen tisztelt hölgyek és urak, határon innen és túl. 2000 óta vagyok Lázári község polgármestere. Félúton 2009 tavaszán egy hang szól be a telefonba. Holnap reggel Rozsályba 10 órakor a görög katolikus parókián találkozunk. Kis András volt az, aki ismételten szólt hozzám az est. Egy kicsit a múltba tekintettem vissza ebbe a pillanatba. A mondani valómat és köszöntőmet egy Széchenyi gróf által született idézetben szeretném álcázni egy kicsit. Tiszteld a múltat, hogy élhesd a jelent, és dolgozhass a jövőn. Munkálkodhass a jövőn pontosabban. Hát hosszú volt ez az út, ahogy alakultak a dolgok. Tulajdonképpen Kis András arra kért fel, hogy elkezdje megengedni azt az utat, ami Nagy Peleske vége és Zajta köz volt. Hát én mikor először oda vele kimentem, megmondom őszintén, megiszonyodtam, az akácerdő és a reketje bokortól nem lehetett látni Zajtát. Hát egy olyan 3 hónapi munka után sikerült az utat elegyengetni, még egy hidat is tettünk, ami majd miután az utat elvégeztük, jutott tudomásomra, diplomáciai cirkusz nélkül, hogy a hidat egy kicsit magyar oldalra tettük. Hát Istenem, így alakultak a dolgok. 2015 nem lett belőled diplomáciai botrány, elárulom. Tulajdonképpen mi összetartozunk, és ez az összetartozás egy olyan mély bélyeget öntött a szívünkbe, ami miatt itt most ecsetelni szeretném mindazokat a dolgokat, ami a háttérben vannak. Elsősorban a magyar kormánynak a hozzáállását ahhoz a közös pályázathoz, ami tulajdonképpen Hurau, tehát magyar-román határon átívelő pályázat volt, az a címe, hogy sorompók eltávolítása. Hát kérem szépen, ez a sorompó még a mai napig ott van. Én most itt vagyok önök előtt, itt van a magyar kormány részéről a Sesták Oszkár közgyűlési elnök úr, akivel ez alatt az idő alatt nagyon sokat együtt dolgoztunk, Szabó Istvánnal kezdve Csehi Árpünk keresztül egészen Pataki Csabáig, akinek a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok majd a helyhatósági választáson. Hát ezek azok a dolgok, amelyikkel tulajdonképpen mi megyünk tovább. Én hiszem, hogy ez a csapat majd a következőkben
sikeres lesz, és folytatni fogják azt a munkát, amit az idézetben idéztem. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, nem búcsúzom, én félig tudjátok, Zajtai is vagyok, itt leszek, szóljatok, jövök. Köszönöm, hogy meghallgatok. Tisztelettel kérem Béres Antal urat, Lázári község alpolgármesterét, hogy mondja el köszöntő szavait. Nagy tisztelendő és nagy tiszteletű püspök urak, nagy tiszteletű Esperes úr, tisztelt miniszterhelyettes úr és államtitkár úr, tisztelt elnök és polgármester urak, kedves testvéreim! 2020 a magyar összetartozás esztendeje, és ennek a jelentőségét mi, a Partiumban és Erdélyben élő magyarok igazán érezzük, amikor a Szent Istváni haza szétrombolásának 100. esztendejében végre beszélhetünk a sebek gyógyulásáról, a közös építésről, amit csakis a testvériség jegyében tudunk hosszú távon megvalósítani. A mi testvéri kapcsolatunk közel tisztesztelően nyúlik vissza, nem hosszú idejű, de mégis elég volt ahhoz, hogy községünk két településén is megnyíló ideiglenes határátkelők minden szombaton közelebb hozzon egymáshoz. Kapcsolataink a mindennapunkban gyakoroljuk, egymás rendezvényen részt veszünk, egymásnak örüljünk. Tudnunk kell ugyanakkor azt, hogy ahhoz, hogy ezt a testvériség megmaradjon, négy fogalmat tartsunk mindig a szem előtt. Az első a szövetség, amit már két oldalon megkötöttünk, mert kifejeztük, hogy számítani akarunk egymás segítségére és barátságára. Mindkettő óriási eredmény, vigyázzunk reája. Akár csak a bibliai Dávid és Jonatán, akik lehajoltak egymáshoz, időt szántak egymásra, azaz foglalkoztak egymás sorsával. Az önző ember számára mindig a legfontosabb, ami neki jó. A második a szeretet, amely sohasem nézi azt, hogy mi hasznom egy-egy kapcsolatból. Mert vannak manapság olyanok, akik csak azt tartják fontosnak, hogy kiemelkedő az illető település előjáró kapcsolatrendszere, esetleg befolyásos személy. Én örülök annak, hogy a mi testvériségünk nem ilyen, mert azt nézzük, hogy mi a jó egymásnak, mennyire tudunk többet adni, hogy a testvérnek jobb legyen. A szeretet Istentől van, ezt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, a szívünkben őrizzük, s azért tudják a testvérnek szeretettel szeretni egymást is. A jó barátság és testvériség alapja, hogy külön-külön is szeretik Istent, amit bizonyít, hogy mindkét oldalt rendezett templomaink, temetőink és kápolnáink vannak. Köszönetért a jelenlegi magyar kormánynak is. És különös köszönet a nagypereskei görögkatolikus templom rehabilitációjáért. A harmadik az áldozat, amikor az ember mindenét odaadja a testvérnek, azért, hogy örömet és boldogságot varázsoljon arcára. Benetek kedves Zajtaiak, ezt látjuk, akik előjáratokkal az élen, azt lesitek, hogy mi az, ami nekünk fáj, vagy hiányosság, és azonnal lehajoltok hozzánk. A negyedik pedig a közös szolgálat, a munka, amit az elmúltakban is bizonyít a két településnek, hiszen számtalan közös projekt összekötő utat építettünk, határátkelőket nyitottunk, s reményeink szerint nem ideiglenest, hanem állandót fogunk nyitni, és itt kérem a miniszter urat, hogy eszközölje ki a magyar kormánynál, legalább az Ajta Nagypeleske kis határátkelő megnyitását, hadd válik tényleg a két település és közeli vonzáskörzetük egyé, hisz mi szatmáriak, testvérek vagyunk. Egyház és kulturális eseményeket valósítottunk meg, és bízunk benne, hogy a felsorolásnak messze nem lesz vége. Köszönöm, hogy meghallgattak, és én megígérem azt, hogy folytatni fogom elődömnek a munkáját, az átívelő utat pedig tisztán fogom tartani, és ha én rajtam áll, akkor nyitva fogom tartani Zajta felé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszönjük alpolgármester úr köszöntő szavait. Tisztelettel kérem dr. Tilki Attila urat, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Főtisztelendő püspök atyák, nagy tiszteletű Esperes úr, elnök úr, államtitkár urak, kedves polgármester urak, hölgyek urak, kedves zajtaiak, ha a veszély nem szűnik meg, lehet, hogy hosszú időkig leszünk örömtől megfosztva tőletek, tudósítást nyerhetni. Azonban reménységem van, hogy a rend helyreáll, mióta az orvosok jelen vagynak,
és a betegségeket jókor gond alá vehetik, és a nyavaja szelidül. 1831. júniusában írta ezeket a sorokat Kölcsey Ferenc egy barátjához írott levélben, és hát különösen aktuálissá teszi ez az idézet a mai ünnepséget, hiszen éppen az elhangzottakból kiderült, pont a járvány miatt nem lehetett a szokásos tavaszi időpontban megtartani az ünnepséget. Na, egy picivel talán több is van ebben az idézetben, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon jó barátságban volt Kölcsey Ferenc, aki Szatmár vármegye országgyűlési követe volt, Kazinczy Ferenccel, olyannyira, hogy amikor a kolera járvány 1831-ben kitört, akkor Kazinczy féltette a Berekben és a Szatmárban lévő Kölcseyt, hogy nehogy elkapja a kolera járványt, és sajnos 1831-ben éppen a kolera járványnak köszönhetően hal meg Kazinczy Ferenc, akivel éppen a halála évében nem volt túl jó viszonyban a Kölcsey, de az első között volt a halála után, mikor felállt, és azt mondta, hogy a Kölcsey Ferenc hagyatékát rendezni kell, Kölcsey, a Kazinczy hagyatékot rendezni kell, és a Kazinczy leveleket egységében ki kell adni. És hát nagyon érdekes, mert hiszen ebben a magatartásban benne van az ősök tisztelete, és mennyire vesszük komolyan a múltunkat, és ebben a Kölcsey idézetben azért benne van az is, hogy a karantén járvány, ami akkor 1831-ben komoly problémát is okozott, hiszen éppen a szomszédos vármegyében, Zemplén vármegyében komoly felkelés is volt. Kossuth Lajos életének a történetéből tudjuk ezt. De a karantén, a járvány akkor is nehezen érintette az embereket, akkor is nehezen élték meg azt, hogyha korlátozva van a mozgásuk, és valahogy ez a karantén korlátozás az benne van a nemzeti imádságunkban is, hiszen Kölcsey gyönyörűen megfogalmaz azt, hogy megbünkhődte már a nép múltat sővendőt. És én úgy gondolom, hogy fontos számunkra az az útmutatás, hogy ha közösen összefogunk, akkor sikert tudunk elérni. A miniszter helyettes úr beszédében utalt Eötvös Józsefre, vásárosnaményi báró, vásárosnaményi Eötvös Józsefre, aki annak idején azt írta, hogy egyes megyék problémáival többet foglalkozunk, mint az ország ügyeivel, itt is pontosan Szatmárra utalt, hiszen akkor írta a Kölcsey a szatmári adózónép állapotáról. Ez talán felfogható úgy is, hogy két szomszéd vár nehezen fért meg együtt egymással. Ez talán a mai időben is jellemző ránk, hogy sokszor a szomszédokra vagyunk irigyek, és mint a térség országgyűlési képviselőjének, nekem mindegyik település a gyermekem, tehát ha alpolgármester úr azt mondta, és polgármester úr azt mondta előttem, hogy fontos számukra a Zajta és Peleske, számomra, mint a térség országgyűlési képviselője számára a Zajta Peleske és a Garbolc Szárazbelek határát kelő hely, mind a kettő fontos. És jelképes, hogy karanténról, bezártságról, újjáépítésről beszélünk Zajtában, hiszen Zajta története, a település története is pont olyan, ami példázza azt, hogy tehetséggel és kitartással a legnehezebb időkből is ki lehet jönni, hiszen tudjuk jól, hogy a települést annak idején a császári tábornokok felgyújtották, közel 100 évig a helyiek elmondása szerint nem lakott más itt Zajtában, csak a szél, a erdei és a mezei vadak. Aztán jöttek a svábok, jöttek azok a svábok, akiket ide telepítettek, jöttek azok a svábok, akik értéket adtak a településhez, akik benépesítették a települést. És egy modern technika segítségével Barabási László idézetet keresek, aki pontosan a tehetség és elszántságról beszél, az a Barabási Albert László, aki elég sokat foglalkozott a koronavírussal, és a megyei kitüntetésekről beszélünk, ez minden kitüntetett számára, és mindannyiunk számára, mindannyiunk élete számára lehet egy iránytű. Tehetség és az elszántság képes akár szupersztári magasságokba is repíteni az embert. Ha annak idején, amikor felégették, lerombolták Zajtát,
elegendő, eltelt 100 év, és fel tudta építeni újból magát a település, tehetséggel és elszántsággal. Higgyük azt el magunkról, magyar emberekről, hogy van bennünk tehetség és elszántság, hogy olyan eredményeket érjünk el, amire felfigyel mindenki. Mi országgyűlési képviselők, és itt külön köszöntöm képviselő társaimat is, akik itt vannak, egy felterjesztéshez mindannyian adtuk a nevünket, mert nagyon nagy büszkeség volt számunkra, amikor a nyíregyházi virológus fiatalember nevét olvastuk a újságban, és rendkívül büszkék voltunk arra, amit a vírussal kapcsolatban a fiatalember, aki kitüntetést fog kapni a kutatásai során elért. És végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy, és nem véletlenül, mert meg lehet kérdezni, mit keres itt most egy székely ember, egy székely fafaragó csak-csak, de egy székely szenátor éppen mit keres itt. Miért adtunk egy tőlünk távol lévő térség szenátorának megyei kitüntetést? Táncos Barna és a székelység, a székelység és a szatmári vidék története több szempontból is összeforhat. Az előbb avattunk fel egy katonát, amit egy székelyudvarhelyi Sándor Attila fafaragó művész készített, de annak idején, és első világháborús katonáról van szó, annak idején a második világháborúban is összefonódott az életünk a székelyekkel, nem beszélve ugye a székely hadosztályról, akik a első világháborúban pont ezen a területen haladtak keresztül, de talán kevesen tudják azt, hogy Nyíregyháza oda-vissza foglalásában is nagyon komoly szerepet játszottak a székely katonák. És egy különös, különleges érzés, a Vásáros-Naményi polgármester is itt van, a Vásáros-Naményi Ilki úton található hősi temető, ahol egy Olti Géza nevezetű fiatalember van eltemetve, Olti Géza Csíkvacsárcsi. Csíkvacsárcs pedig pontosan Táncos Barna képviselő úr körzetéhez tartozik, tehát bennünk, a szívünkben, lelkünkben, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ember szívében, lelkében a székelység, a magyarság, ez mindig összefort, és mindig is össze fog forni. Én elnézést kérek, egy kicsit túl történelmi köszöntőt mondtam, de nem lehet ezt másképp itt Zajtában, hiszen az élmények, amelyek itt érnek bármelyik alkalommal, az mindig fölkavarják az embert, és a zárszóként engedjék meg, hogy talán kicsit populárisan, de egyik kedvenc zenekaromtól, a P-Mobiltól, a Honfoglalásból idézzek, és rámutatok a Kárpátok legközelebb eső Rozsályi hegység részére, azok a hegyek még ma is állnak, azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat, az a nép, mi még ma is élünk és élni fogunk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tisztelettel kérem Pataki Csaba urat, a Szatmár megyei tanács elnökét, hogy köszöntse az ünneplő közönséget. Főtiszteletű püspök úr, nagy tiszteletű esperes úr, miniszterhelyettes úr, államtitkár úr, elnök urak, képviselő urak. Ha jól tudom, én vagyok az utolsó, aki köszöntőt mond a díjak átadása előtt, de ez így kerek, mert én félig meddig házigazdának érzem magam, mert ha egy kicsit magasabb lenne ez a pulpitus, akkor láthatnám a munkahelyemet. Úgyhogy én ügyelő szemeimet Zajtán rajta tudom tartani azzal, hogyha az adminisztratív palotából Szatmárnémetivel kinézek az ablakon. Ma egy nagyon szép emlékművet avattunk. Nem tudom, azt el szeretném mondani, hogy napra pontosan 630 évvel ezelőtt szintén szobrot avattak, Szent László szobrot. Az volt az első Szent László szobor Nagyváradon. Eltelt 630 év, eltűnt a szobor, de újra lesz Szent László szobor Nagyváradon. Eltelt 100 év, és mi megmaradtunk. Nem úgy, mint Zajta. Zajta ugye visszatért. Minket ott felejtett a jó Isten, ahova raktak, de megmaradtunk magyarnak.
Ezen lehetne vitatkozni, hogy kinek volt nehezebb élete egy zsáktelepülésnek az új keleti határon, vagy pedig a legnyugatibb magyarnak, aki sokszor átnézett a határon, és vágyakozott. Az elmúlt 10 esztendőben nagyon sok mindent el tudtunk érni, de ez a közösen gondolkodás, ez elindult 12 esztendővel ezelőtt, amikor összefogva a két megye nem igazán kapott túl sok segítséget Budapestről, de mivel hogy magyar ember vezette Szatmár Németiben is a megyei tanácsot, és már fideszesek voltak a megyék, ezért a román-magyar programban az történt, amit mi döntöttünk, még ha Budapestnek nem is tetszett. Ez 2 hét múlva változhat, most egy kicsit hazabeszélek, de ezt majd eldöntik a szatmáriak. A szatmáriaknak mindig megvolt a magukhoz való esze, és ha bár kisebbségben vagyunk, de azért az elmúlt 30 évben, amióta szabadon lehet elnököt, polgármestert választani, azért több mint a fele időben magyar ember vezette a magyar szatmáriak ügyeit. Én remélem, hogy jövőre elmúlik ez a vírus, és májusban ugyanígy, megígérem, akkor még rövidebb leszek, mint ma, ha meghívtok, és ugyanígy találkozzunk egészségesen. Mert egy vírus nem tud elválasztani egy nemzetet egymástól. Nem tudtak sem a kommunisták, sem a vasfüggöny, pedig igény az lenne rá, folyamatosan. De addig jó, ameddig foglalkoznak velünk, mert az azt jelenti, hogy erősek vagyunk együtt. Itt már azon gondolkodunk, Sesták elnök úrral, hogy a következő 4 évben mit tudunk még mellé tenni. Hisz 10 évvel ezelőtt elindult Zajta Peleske között az útépítés, ezt csinálták a községek, de a megye megcsinálta a Garbolc Szárazberke. Itt azt várjuk, hogy a két kormány, ha bár mind a kettőt Orbán vezeti, de azért van egy kicsi különbség, és itt a hangsúly nem a kicsin van. Én azt szeretném, hogy ők is, ha mi építünk egy megyei rangú utat, akkor ők pedig építsenek egy gyorsforgalmi utat, legalábbis az M3-asig, mert utána, mert nyugatra már mi mehetünk. Ugye Biharban átadásra került egy 5,2 kilométeres valami, de az is már valami, tehát ott is elindult az építkezés. Mi építeni akarunk. Építeni, és itt még elhangzott egy beszédben egy nagyon fontos dolog, hogy most már fizikailag nem nagyon lehet látni ezeket a határokat. Bennünk vannak ezek a félelmek. De ha visszatekintünk, és van mire, és hagyunk maguk után ilyen jelképeket, mint ez a első világháborús emlékmű, ami engem mindig a dédapámra emlékeztet, mert ő ott maradt az első világháborús fronton. És amikor temették, akkor szülte dédanyám nagyapámat, aki belehalt a szülésbe. És őt a nagyszüleje és a nővére nevelte fel. És nem szaladt el, pedig jött a román világ. Ott maradt a Szamos mentén, ott maradt meg magyarnak. És mi ott vagyunk a határ túloldalán. Amennyire tudtok, vigyázzunk rá egymásra. Ezután is. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlése a 2020. július 25-i ülésén döntött a 2020. évi megyei kitüntető díjak adományozásáról. Tisztelettel kérem Sesták Oszkár elnök urat, a megyei közgyűlés elnökét, hogy fáradjon ki a kitüntetések átadásához. Tisztelettel kérem önöket, hogy a készfogást mellőzzük a vírus helyzetre való tekintettel. A megyei közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének felülmozdítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Rokkomitátu kitüntető díjat adományoz
dr. Elek Ibolyának, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház fül-orr-gégészet és fejnyaksebészeti osztály osztályvezető főorvos helyettesének. A megye hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként prokomitátu kitüntető díjat adományoz dr. Veres András győri megyés püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének. Tisztelettel kérem excellenciás püspök urat, hogy vegye át a díjat. Megyénkből elszármazottként kifejtett országos jelentőségű kimagasló tevékenysége elismeréseként Kozma Pál kitüntető díjat adományoz dr. Kis Zoltán virológusnak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Biztonsági Labor laborvezetőjének. Túlélő magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Gál Lajos kitüntető díjat adományoz Táncos Barnának, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorának. A megye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Lónyai Mennyhért kitüntető díjat adományoz Rácz Mihálynak, a Rácz Tüzép Kft. Alapítójának. Tisztelettel kérem Rácz urat, hogy vegye át a díjat. A megye agrár és környezetgazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Vescsik Vilmos kitüntető díjat adományoz dr. Szabó Béla főiskolai docensnek, a Nyíregyházi Egyetem tangazdaság vezetőjének. A megyei oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Kis Áron kitüntető díjat adományoz Bodnár Mihálynak, a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának. A megye és a történelmi Szatmár vármegye területének kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként Kölcsei Ferenc kitüntető díjat adományoz Muzsnai Árpád újságírónak, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosának. Tisztelettel kérem főtanácsos urat, hogy vegye át a díjat. A megye közigazgatásában kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Kállai András kitüntető díjat posztumusz adományoz dr. Simai Zoltánnak, a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal néhai címzetes főjegyzőjének. Dr. Simai Zoltán fia, Simai Péter úr veszi át a díjat, kérem tisztelettel. A megye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Korányi Frigyes kitüntető díjat adományoz dr. Eisner Éva főorvosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház laborvezetőjének.
A megyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Újlaki István kitüntető díjat adományoz Csegei István református lelkipásztornak, a Tabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperesének. A megye sport életében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Kovács József kitüntető díjat posztumusz adományoz Sitku Ernő válogatott kosárlabdázónak, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Néhai ügyvezetőjének. Tisztelettel kérem Sitku Ernő özvegyét, Sitku Brigittát, vegye át a díjat. A megyében működő civil szervezetként a megye civil társadalmának építése, a civil kapcsolatok kialakítása és elmélyítése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Szent Péteri Zsigmond kitüntető díjat adományoz a Reformátusok Szatmárért Egyesületnek. Tisztelettel kérem Fülöp István urat, az Egyesület elnökét, hogy vegye át a díjat. A megyei közgyűlés elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés emlékplakettje kitüntető elismerést adományozza Rozsály községben és a környező településeken végzett lelkipásztori szolgálatáért Kis Andor görögkatolikus esperesnek, volt rozsályi parókusnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés ezüst emlékérme kitüntető elismerést adományozza a megye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Comba Csaba úrnak, az első keleti műszaki fejlesztő, kereskedelmi és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet elnökének. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés bronz emlékérme kitüntető elismerést adományozza a megyei ünnepségek magas színvonalú katonai rendezvény biztosításáért Szuhár György századosnak, a Budapest helyőrség Dandár, protokoll, delegációs és rendezvényszervező igazgatóság katonai rendezvény biztosító alosztályvezetőjének. Tisztelettel kérem Táncos Barna szenátor urat, hogy a kitüntetettek nevében szóljon a ünneplő közösséghez. Semmiképpen sem a kitüntetettek nevében, a saját magam nevében szeretném megköszönni ezt a kitüntetést. Nem számítottam rá, és őszintén óriás meglepetés volt, amikor Tilki Attila képviselő úr tudomásomra hozta, hogy több száz kilométer távlatból egy kitüntetés átvételért kell többek között ide utaznom. A beszédben említettem, hogy mekkora remény és milyen vágyódás élt 80 évvel ezelőtt azokban a székelyekben, akik 40-ben úgy érezték, hogy eljött a magyarok feltámadásának a napja. Azóta sok minden történt, többek között elment, de megjött a magyarok esze, és mi székelyek csak azért fohászkodunk a határon túl, a keleti Kárpátok lábánál, hogy ez az állapot ne változzon, ne menjen el többet a magyarok esze, és olyan nemzeti kormány legyen, minél hosszabb ideig Magyarország élén, olyan nemzeti kormány vezesse ezt az országot, aki erőt, hitet és reményt adott nekünk székelyeknek is abban, hogy feltámadhat ez a nemzet, és ismét egyé válhat az a nemzet, amelyet megpróbáltak sokan sokszor szétzilálni. Adja Isten, hogy így legyen. Köszönjük szépen!
Tisztelettel kérem dr. Veres András püspök urat, hogy a kitüntetettek nevében szóljon az ünneplő közösséghez. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent, de nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Excellenciás püspökatyák, elnök úr, Esperes úr, tisztelt elnök úr, miniszterhelyettes úr, tisztelt képviselők, és mindnyájan kedves kitüntetettek és kedves vendégek, az a megtiszteltetés jutott osztály részemül, hogy a kitüntetettek nevében egy köszönő szót szóljak, aminek méltatlanul, de nagy örömmel teszek eleget, már csak azért is, mert ez az ünnep, úgy gondolom, a szülőföldnek egy olyan gyönyörű megnyilatkozása, amely minden jó érzésű embert megérinthet. Hiszen elhangzottak itt a kitüntetettek között olyanoknak a nevei, akik jelenleg is itt élnek és sokat tesznek ennek a vidéknek, ennek a megyének a fölvirágoztatásáért, és vagyunk, akik esetleg távolabb élünk, de itthon vagyunk. Mindnyájunk nevében, akik ma kitüntetésben részesültünk, szeretném megköszönni a közgyűlés vezetőjének és tagjainak a kitüntetését, és azt kívánom mindnyájunk nevében, hogy Isten áldása és segítsége, a Szentlélek bölcsessége vezesse őket szolgálatukban, hogy tudják ezt a területet úgy ápolni, vezetni, hogy mindig minden körülmények között az itt élők javát tudják szolgálni, mert egészen biztosan, mint hallottuk, a határon túlélő magyarokat is, és az egész nemzetet tudják ezáltal szolgálni. Isten adja áldását az ő munkájukra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A megyenapi ünnepség hivatalos részének végére értünk. Köszönjük, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is elfogadták meghívásunkat. Bonita.
fennemli a mennyben, valahol egy helynek, hol a fájó szíve gyógyításra lelnek, szívét nemzetemnek elküldeném oda, Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza. Akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza. Keep
Oh,
kitelték a holttestet az udvarban. Nincsen anya, ki azt nem is sírassa, anyja helyre ráborul egy más országi lány, még az ég is gyöngyharmatot tulajdonk. Anyja helyre ráborul egy más országi lány, még az ég is gyöngyharmatot tulajdonk. Édesanyám, ha fel akarsz keresni, szerbiai temetőben gyere, megismered síromat a te a rózsáról, fejtánat a nevem ráírásáról. Megismered síromat a te a rózsáról, fejtánat a nevem ráírásáról.
Thank you.
régi meséket. Valakinek holnap megváltja ezt a világot. Mondd, te mit választanád? Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot. Mondd, te mit választanád? Valakinek holnap le kell mondani. Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert. Te mit választanád? Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert. Te mit választanád? Valakinek holnap meg kell válni az életétől. Segítsetek! 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 Ó, segítsetek! 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 Ó, segítsetek! 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 Ó, segítsetek! 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 Oly nehéz a választás! Magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt rám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt. De ív, hát itt fekszik előttem jó atyám. A lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Uram, te jónak láttad elszólítani, az akarat, melyik tud dönteni. És én, ha kérdezem, miért mi hirtelen hallgat, s nem felel senki sem. De én, István, akit nemzettél atyám, én most esküszöm, hogy számíthatsz rám. A sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet. Megállj, István, mondd csak, mit képzelsz magadról, gyenge vagy, még elfoly minden szél. Erős kézzel kell az országot vigyázni, szállj magadba, vajk és légy szerint. Hősi joggal engem illet Géza trónja, Árpád bére, hely! Hősi törvény, sárban nem tiporhat senki, hős
szeretteim törvényét néked is tisztelned kell. Vigyázz, esküt tettél jó anyádnak, elfogadtad akkor a helyet. Ő fiókról lemondtál az én javamra, nyálaságból tettél volna így. Géza meghalt, és a trónja engem illet, Árpád vére, hely! Törvény, sárban nem tiporhat senki, 10 000 fegyveres választ meg engem hatalmát. Engem hatalom vágy, nem vakít. Segíts most Istenem, segíts meg nemzetem, segíts az országot megvédenem. Nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz ránk. E földön nála nincs nagyobb erő. Atyám sírjára esküszöm, hogy hozzá hű leszek, és nem hátrálok meg a harc előtt. István a mi reménységünk, szálljon áldás reája, legyen nékünk jó vezérünk. Háj na 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 na, háj na 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 na. Géza vala népeinknek hatalmas nagy fejedelme, országunkat békességre Krisztus útjára vezette. Háj na 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 na, háj na 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 na. Előd Árpád Gyula Kende, Jenő Vérbúcsú és Őrsú, hét magyarok urusága, vérben feredőző túrút. Háj na 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 na, háj na 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 na. Árpád atyánk nemzetsége, széles pusztán büszke népe. Most már elég túl sok itt az ártalmas emlékezés, hősi múltal együtt jár az áldulat visszengülés. Barbártalan fogány élet, ízléstelen nem vitás. Fogjátok meg most azonnal, nem bűnöm a lázítás. Ó, de Isten, vedd le vállamról a terhet, miért fordított koppányt ellenem? Árpád vére nem támadhat önmagára,
válaszd öcsém, átadom helyem. Kérdem én, meddig tűrjük a sorsot,
lehetnék új hangfoglalók. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva, szabók legyünk, vagy szabadók. Kérdem én, mi az, hogy miért vagy te árva? Tudom, a sors most soha volt. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva. Rabok legyünk, vagy szabadok? Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató hamis papok. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva, szabok legyünk, vagy szabadok.
nevét. Puhásnál győzni fogunk, Dózsa lesz György királyunk, nagy hatalom századok honár. Rákóczi világot mondni, most úttal valóra válik a Duna vendég köztársaság. Yeah.
magad a szívemhez szól. Maga lányom, kérésed már árulás. Itt szegőknek, itt a földön, megbocsátni nem szokás. Koppány testét felégyeljük, s váraimra tűzik fel. Ez legyen a látadóknak, mind örökre, mint őjel. Pusztulj vagy meghalsz! A földön a választott a ő vagyok. Rám bíztad a súlyos terhet, de félek, összeroppanok. Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge? Mondd, mennyit ér, ha kárhozott a győzelemre? Hogy elbírjam a terhedet. Törvényeit elfogadtam, de más szolgája nem leszek. Mondd, mennyit ér, ki téged szívéről követnek? Mondd, mennyit ér, ki érted, vélet száll a szembe? Távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetnek téged, s nem érhetnek el. Hogy távol vagy tőlem, és mégis közel. De haladsz, én érzem a szívem fel.
Király vagyok, uram, a te akaratodból, minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled. Mindenkinek megköszönöm, hogy itt volt a mai nap, de a rendezvényünk véget ért, sajnos a táncos mulatságot nem mertük megcsinálni a koronavírus miatt, de jövőre hát, ha összejön, tehát elmegy ez a vírus. Remélem jól szórakoztak, azt hiszem, hogy nagyon szép megyei rendezvényen vagyunk most túl, de nem bántuk meg. Megköszönjük a megyei vezetésnek, hogy itt voltak Zajtába. Itt tartották meg a megye napot, és reméljük, hogy még nagyon sok szólt találkozunk. Te mit mondhatod még ezután az ünnepség után, ezután az előadás után? Köszönöm szépen, tényleg, mi tartozunk köszönettel Zajtának, hogy itt lehettünk. Valamikor sírni kell, de tényleg nagyon meghatódtam, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk Önök között, és hajrá Zajta és hajrá Magyarország, hajrá Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Amik ilyen előadásokat tudunk Zajtán csinálni, addig nincs messze semmi. Köszönjük szépen! Én meg szeretném köszönni, aki ezt az egészet összerakta. Baj volt velünk, mérges volt ránk. Nem úgy próbáltunk, hogy kellett volna, félreénekeltünk, stb. Tehát kitartott mellettünk, és ezzel a csokorvirággal szeretném megköszönni Ajnalkának a munkáját. Volt itt ebben az előadásban nagyon sok táncos is, és ezeket a táncosokat is meg kellett tanulni, hogy kell lépni, jobbra egyet, balra kettő, stb. Vagy körbe. Szeretném megköszönni Áginak is a munkáját, amit befektetett ebbe a darabba. Még egyszer megköszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Remélem mindenki jó szórakozott, jó pihenést a hétvégére. Köszönjük.